Leégett egy bútorraktár Sárvár mellett. Ebben a közel 1000 négyzetméteres épületben keletkezett a tűz, amelynek megfékezésében együtt dolgoztak a celdömölki önkéntes, valamint a sárvári, körmendi és a szombathelyi hivatásos tűzoltók. Az oltást a Vas megyei Katasztrófa Védelmi Műveleti Szolgálat irányította, amint egy 30 szakember munkáját az erős szél is nehezítette, egy napig küzdöttek a helyszínen. Sérülés nem történt, a tűz keletkezésének körülményeit még vizsgálják.